Fényképek kerültek elő egy 1917-ben Kolozsváron, Szamosújváron és Désen forgatott Janovics Jenő által rendezett néma filmből, amelyben orosz hadifoglyok is szerepeltek. A film teljes egészében elpusztult, mindössze néhány jelenetfotó maradt fenn, a most előkerült képek közül egy volt ismert. A fényképeket a Hangos Film portál hozta nyilvánosságra. Az 1917-ben készült Hotel Imperial című film nemrég előkerült fotóit mutatja Zágoni Bálint némafilm szakértő. A film egyik érdekessége, hogy akkoriban kortárs, első világháborús témát dolgozott fel. A fényképek szerint nagyobb számú statisztéria is szerepet kapott. A magyar katonaságot a majdnem teljesen román ajkú 51. közös gyalogezred egy százada, az orosz katonaságot pedig a gyalogi gazdaságban munkára kiadott orosz hadifoglyok alakították. A filmről nem maradt fel szinte semmilyen vizuális dokumentum, két-három fénykép maradt fenn, úgyhogy egy-egy ilyen új fotó abban is segít, hogy a filmnek a szereplőit sikerül beazonosítani, esetleg helyszíneket, jobb esetben még egy-egy arra is rávilágítanak, hogy ezelőtt 100 évvel, a 10-es évek közepén pontosabban hogyan zajlottak ezek a forgatások, milyen technikát használtak. Szamosújváron és Désen vették fel a külső felvételeket, Kolozsvár főterén az egykori New York szállóban a belsőket. Vélhetően ezek a képek is itt készültek. A filmet Janovics Jenő rendezte. A későbbiekben Hollywoodban is sikeres Várkonyi Mihály, aki középen a lovon ül, ő volt a Hotel Imperial egyik főszereplője. A fotók azért is fontosak lehetnek, hogyha továbbiakban mégis előkerülnének részletek a filmből, ezek alapján könnyebb lenne beazonosítani.